Üdv, Balogh Roland vagyok, a Magyar Hang újságírója. A meglévő két műsorunk, a Kötött Fogás és a Flaster mellé három új tematikus műsorral jelentkezünk, keddenként a Reptér külpolitikai, szerdánként a Kultúrtáj kulturális kultúrpolitikai, illetve péntekenként a Kompország egy portrébeszélgetés műsor lesz. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék és fizessenek elő hetilapunkra, a Magyar Hangra, illetve online előfizetésünkre, a Hang Plus-ra, hogy tudjuk azt csinálni, amit eddig is, és most is csinálunk. Köszönjük szépen! Ez itt a Flaster, üdvözlöm Önöket, György Zsombor vagyok. Kivételesen én vezetem a műsort, Dévény István kolléga igazoltan van távol, szabadsága van, a messzi délen, jövő héten már itt lesz köztünk. Köszöntöm vendégeinket, Szerető Szabolcsot, a Magyar Lang főmunkatársát, és Minyacsinszky Györgyöt, régi kollégánkat. Szép jó napot, elmondja, hogy éppen mi van vele. Függetlenként dolgozom most az utóbbi időben. Magyar Narancson jelentek meg írásai, most az ellenzékről volt egy sorozatom, illetve még mindig tart, és majd dolgozom ennek a folytatásán, hogy igazából annyi történik, hogy azt próbálom meg körüljárni, hogy a különböző ellenzéki szereplők azok milyen stratégiával, jövőképpel próbálnak meg nekivágni, nyilván levonva az előző sikertelen választás tanulságait, és milyen lehetőségeik vannak itt 24-ig. Lehet hosszú távon létezni úgy újságíróként, hogy szabadon úszol? Azért azt látom, hogy nem, mármint nem kiegyenlített a... Tehát, hogy azért látszik, hogy vannak jó hónapok, vannak kevésbé jó hónapok. Igazából, ami ez a személyes benyomásom, nem feltétlenül, tehát azt látom, hogy ha nincsen az ember körül szerkesztőség, más ingerek érik, és ez valahol szerencsés, valahol nem szerencsés. És a nem szerencsést úgy értem, hogy a hétköznapi pörgés az valahol, az egyébként hiányzik. A hétköznapi pörgés az hiányzik, teljesen más az, amikor egy nagy anyagnál fókuszáltan le kell ülni, és 2-3 napon keresztül csak folyamatosan már a kész formátumot előállítani. Az már más kérdés, hogy előtte akár hetekig is dolgozhat az ember egy témán, ami viszont nagyon kellemessé teszi a munkát, sokat lehet beszélgetni. Nem, mindesetre a magyar sajtó az inkább a rosszabb hónapjait, időszakait éli meg, mint a jókat. Mindesetre ugye megjelent a Magyar Hang, ezt ugye a műsor elején mindjárt fontos közlendőként mondom el Önöknek, és kérek mindenkit ezúton is, hogy fizessenek elő, támogassanak minket, hiszen ez a fennmaradásunknak a kulcsa. Mi tényleg csak Önöktől, az olvasóktól, a nézőktől kapunk támogatást, leginkább azzal, hogy megvásárolják az újságot. Nem véletlenül ül egyébként most itt mellettem Szerető Szabolcs, aki egyébként sokkal többször ült már ebben a középső pozícióban, mint én, hiszen indul egy új műsorod, hogy ezzel így a Flaster elejé szakmai blokkot még folytassuk egy rövid időre. Meg is volt ennek a felvétele, csütörtök reggel, ennyi műhelyt, amikor elárulhatunk, azért mondjuk róla néhány mondatot. Ez a Kompország címet viseli ez a műsor, ami a YouTube csatornánkon lesz elérhető nem sokára. Ez egy közéleti portré műsor, és az már azt hiszem nem titok, hogy ki volt a vendég, fölvettük a műsort, hogy a Bethlen János újságíró, most mondhatnám persze azt, hogy műfordító, közgazdász, tolmács, stb. De nyilván itt most, mint újságíró, vagy részben egykori újságíróként beszélgettünk, hát nem meglepő módon így a magyar sajtó elmúlt 30-35 évéről. És hát ez egy, abban az értelemben, nem mondanám azt, tehát, hogy portréműsor, de nem feltétlenül az a hagyományos értelemben vett portréműsor, tehát itt nem arról van szó, hogy így az életutat így az elejétől a végig, és hát a mostani állapotig úgymond felmondjuk, átveszünk. Ehhez egyébként ez az 50 perc körülbelül, amennyi a műsoridő, igazából, ha komolyan veszük, mérásunk, nem is elég, hanem mindig így az aktualitások felül közelítünk ahhoz, hogy mi a véleménye ezekről a folyamatokról a meghívott vendégnek, és persze nyilván a múltbeli események, mai tanulságai is érdekesek lehetnek. Szerintem egy érdekes beszélgetés volt, én is hallottam újdonságokat tőle, tehát olyanokat, amiket még róla nem tudtam meg nem is hallottam még tőle így a média működéssel kapcsolatban. Tehát akkor mostantól minden pénteken
Magyar Hang YouTube csatornáján elérhető ez a műsor, úgyhogy kérjük, iratkozzanak fel. És ha már műhelytitkok, ez a műsor úgy szokott készülni, hogy alapvetően én állítom össze a témákat, és ugye Istvánnal, a Dévény Istvánnal ezeket átbeszéljük, ő is hozzáteszi, amit még gondol, és akkor véglegesítjük, ez az itinerár, ez eljut a vendégekhez előzetesen, tehát azért többé-kevésbé tudják, hogy mire vállalkoznak, amikor ide beülnek, kivéve, amikor István edenyítenskedik, ezt tette két hete is, amikor behozott egy olyan témát, amit én nem terveztem amúgy, és most ez nektek is meglepetés. Ez a rovarfogyasztás volt, nem fogjuk vele sokáig húzni az időt, de megvallom őszintén, én meg akartam büntetni ezért az Istvánt, de ő most nincs itt, úgyhogy titeket foglak helyette. Ugye az egy alapvető kérdés, hogy ki az, aki enne rovart, és ki az, aki nem. Tudjuk persze, hogy az élelmiszerekben most is van, meg ez nem arról szól, hogy nyersen kell fogyasztani, hanem bekerül ilyen kvázi liszt formában élelmiszerekbe, de azért most ezt a kört azért fussuk már le, hogy ti egyébként megkóstolnátok? Különösebb probléma nélkül, szerintem igen. Szabolcs? Igen, nem mondom azt, hogy ez erre vágyom, vagy ilyen ingerenciát eddig nem éreztem, de nem tűnik ez olyan ördögtől valónak ez a felvetés. Tehát, na jó, örülök a válaszotoknak, akkor most jön a nehezebbik része a dolognak. De, jó. Hűha, na nézzük. Mit teszünk? Tücsök. Sosem ettem. Hangsúlyozva, senki nem akarja, hogy Európa népe ilyet tegyen, és ebben honnan a formában. Honnan származik? GMO tücsök? Van a belvárosban egy üzlet, ahol ilyen vicces dolgokat árulnak. Én a neten találtam, beütöttem, hogy szárított vagy pirított tücsök. Ez jött ki elsőként, tehát nem a kínai piasztól szereztem. Meglepően semleges illata. Állítólag egyébként nagyjából azt az ízt érzed, amivel pácolva van, ez egy borsos valamit kapott. Kedves táb, egy kis tücsköt nem kérnek, majd a végén esetleg. Tücsök és bogár. Na jó. Olyan, mint egy chipsz, egészségetekre. Egészségetekre. Ez egy chipsz. Textúrát szokni kell, de egyébként ez semmi extrém. Még táplálatok nem feltétlenül mondva, nem? Nem. De látok egyébként, Afrikában van jelentőség annak, hogy fehérjeként, hogy tésztafélékbe, pogácsákba kvázi, ugye bele lehet dolgozni, és akkor mégiscsak ugye nagyobb tápértékkel fog bírni. Na jó. Nem fogok rászokni valószínűleg. Én sem. Maximum, ha muszáj. Én sem. De... reméljük nem lesz muszáj, de... Jó, meg nézzétek, ezeket most még csak próbálgatjuk, tehát hogy... Mindesetre így néz neki. Na jó. Én ezt most eldugom meg én, majd ha akartok, de... Paprikás ízben megforgatva lehet, hogy egy kicsit lehetne magyar rosszabb ízben. Lehetne. Ez az egyféle volt most készleten, valószínűleg annyira népszerű volt, hogy 5-6 féle egyébként belistázva, de ezt az egyet lehetett rendelni. Na jó, beszéljünk komoly és fontos dolgokról, egy kicsit politizáljunk. Kijött egy medián felmérés, tudom, hogy a felmérésekkel kapcsolatban mindenki szkeptikus, de a mediáné azért azok úgy nagyjából irányokat tekintve jók szoktak lenni. Tehát a választás előtt kifejezetten. A választás előtt is kaptak is egy ideget, meleget azért, mert egyébként egész jó megjósolták előre a végeredményt. Ami igazán érdekes, mindig is tudtuk azért, hogy az idősebb generációk vagy lakosok körében igazán népszerű a Fidesz, meg egyébként a DK is. Az ő mérésükben most 40 év volt a korhatár, tehát nem is annyira igazán magas volt az a kor. Három közül szerintem te vagy az, aki még nem töltötte be a 40-et. Jól tudod. Igen. Na mindesetre ugye a számok nagyon érdekesen alakulnak, mert a 18-39 éves korosztályban a Fidesznek a támogatottsága mindösszesen 22%. Ugyanaz a szám a 40 fölöttieknél 59. Tehát a 22 az 59-hez. A demokratikus koalíció esetében ott a 4% a támogatottság a 18 és 39 közötti sávban, ezzel szemben a 40 fölöttieknél 14. Tehát 4 a 14-hez, és még egy számot mondok, most itt a kétfarkú kutya párt, nagyon izgalmas, a 18-39-es korosztályban 19%, míg a 40 fölöttieknél 4
százalék. Ugye eddig náluk ez az átlag 4% volt, amit többé-kevésbé mértek, meg amit inkább kevésbé, de mondjuk úgy elértek, vagy megközelítettek. Ezek hatalmas szakadékok. Hatalmas szakadékok. Ugyan. És én most szándékosan egy nagyon-nagyon egy borzasztó egyszerű kérdést teszek föl. Mi a nyavajáért szeretik ennyire Magyarországon az idősebbek, hát a közép generációtól fölfelé, ennyire ezeket a pártokat, amelyek ugye tudjuk, hogy tekintélyelvek, tudjuk, hogy egy emberre épülnek nagyon mind a kettő. Miért rajonganak ezeket ennyire? Sejtéseim vannak. Nyilván tök jó lenne, hogyha ezt mérni is lehetne. De a sejtésem inkább abból az irányból, vagy abból fakad, hogy azért nézzük meg, hogy mit üzen Magyarország egyébként, vagy mit ajánl egyébként a magyar társadalomnak. Hogy mi itt vagyunk ezen a félperiférián, Brüsszelből állandóan meg akarják nekünk mondani, hogy hogyan éljünk, miközben hát azért itt van a magyar gógyi, mi, amit kellett, meg tudtuk oldani. Lényeg, hogy a Fidesz azt kommunikálja, hogy mi igazából megérkeztünk egy kicsit magyaros módon Európába, és hát mit kell nekünk ezen így változtatni, majd amit mi változtatni akarunk, azt mi majd magunk eldöntjük, kívülről nem mondják meg. Meg kvázi alanyi jogon, onnantól kezdve, hogy te magyar vagy, ez egyfajta büszkeségre már okot adhat, nem kell igazán tenned érte semmit. Igen, de ez a befogadó hozzáállás egyébként, vagy ez a legegyszerűbb befogadó üzenet igazából, amit el lehet mondani egy választói csoportnak, ez végül is működik, tehát hogy mindegy, most nem ennél a résznél leragadva, én csak azt akartam mondani, hogy igazából az idősebb generációk számára, hogyha próbálom így empatikusan is így végig gondolni, akkor végül is az az üzenet érkezik a Fidesztől, hogy igen, ti ledolgoztátok, amit kell, megvan a tapasztalatotok, már ti is látjátok azt, amit mi. Igazából mi megérkeztünk és élvezzük ezt, amit mi felépítettünk, így úgy. Amúgy persze gáncsoskodnak velünk szemben, mi ezt meg kell védeni, de itt vagyunk. És ez igaz, ezt le lehet bontani a szociálpolitikára, le lehet bontani arra munkaalapú társadalom üzenetére, le lehet bontani arra, hogy milyen családpolitikát folytat egyébként ez a kormány. És most őszintén szólva, én inkább hallom azt, amikor riportra megyek a beszélgető alanyaimtól, hogy inkább a nagyszülői korosztályból jön vissza az, hogy de jó dolog ez a csok, akik igazából az unokákat látják, hogy lesz-e unoka, meg vágynak arra, hogy minél több unoka legyen. Azért a kifejezetten célzott célközönségből ott azért inkább az jön vissza, hogy milyen úton, módon nem tudnak hozzáférni teljesen. Nekem, hogy mennyivel lesz drágább mondjuk egy lakás. Igen, emiatt. És hogy mennyivel lesz drágább pontosan. Csak itt ugye mondtad ezt a kvázi élvezni azt, amit elértünk. Nem ebben a kutatásban volt, de más kutatásokból rendszeresen kijött viszont az, hogy pont, hogy ezeknek a tekintélyelvű erős pártoknak a támogatói között felülreprezentáltak azok, akik egyébként alacsony iskolai végzettségűek és alacsony társadalmi státuszok, magyarul szegények, el vannak zárva mind az információtól, mind a kulturális közösségi élettől, és ez nem ezeket az adott embereket becsméljük, hanem egy élethelyzetet írunk le. Tehát akkor közben azért ők nem feltétlenül élvezik ezeket az időzőjelvetet. Ez egy ellentmondás lenne valójában, de ugye nincsen társadalmi mobilitás, és ők úgy látják, hogy nincs is esély arra, hogy ők önerőből változtatni tudjanak a helyzetükön. Mi erre ezt a kognitív diszonanciát hogyan próbálják megoldani? Mondom, ezt továbbra is csak egy sejtésre próbálom levezetni, hogy elmondják maguknak, hogy jó, de ebből, ami nekem jutott, ebből a legtöbbet megpróbálom kihozni, és végül is munkám van, a Fidesz megteremtette ennek a lehetőségét, lehet, hogy minden nap 2 órát utazok oda és vissza is érte, és egyébként is lehúzok egy 10-12 órás műszakot, és a gyerekemet alig látom, de van munka, a gyerekemnek meg tudom venni, amit lehet, lehet, hogy fel tudtam újítani a házamat is egy kicsit. Ezek mind apróságok is számítanak valójában a társadalmi helyzeten, tehát nem tud egyik jövedelmi tizedből a másikba átváltani, erre nincsen szansa, nagyon nagy problémák vannak társadalmi mobilitásból itthon, de legalább egy kicsit ki van segítve, és ez szolgálja az a társadalompolitika, amit a Fidesz művel. Hát volt ilyen 10 év gazdasági növekedés egész Európában, közép-európában. Hát igen, a konjunktúrával azért érintette. Szabolcs? Hát, attól tartok, hogy erre az alapkérdésre nekem nincs egy generális válaszom. Nyilván nagyon sok tényezőből adódhat ez össze. Az egyik az,
Mondom, lehet ezeket a, ezt a társadalmi csoportot, tehát ezt a szavazói réteget mindenfajta valóban megbélyegzés nélkül, mert én inkább őket is valamifajta áldozatnak tekintem. Abszolút. Egyébként. Tehát ez a jól van ez így társadalom. Tehát, hogy igazából már nem is hisz abban sok ember, meg el se tudja képzelni, hogy egyébként ahhoz a kevés, ami van neki, és ami mondjuk azt gondolja, hogy biztosan megvan neki, bár egyébként pont ennek az alapja is, mintha megrendülnének most, tehát hogy ennél lehetne azért jobb is. Tehát ez az egyik magyarázat erre. A másik, úgy tűnik, hogy azok a minták, amik az előző rendszerben, meg még az előtt is, tehát mondjuk így a demokratikus fordulat, a 90 előtt voltak, és ugye ezek a korosztályok azért már abban szocializálódtak, úgy tűnik, hogy ezek a mintázatok, azok sokkal mélyebben benne vannak így a kollektív tudatban, mint azt egyébként gondoltuk volna esetleg korábban. A másik pedig egy prózai magyarázat, ami megint csak részben magyarázza ezt a jelenséget, ezek a, hát nem tudom szebben mondani, ezek a médiafogyasztási szokások. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy olyan réteg, akik inkább ugye idősebbek, talán kevésbé iskolázottak, akik egész egyszerűen jobban kiszolgáltatottak annak a propaganda gépezetnek, amely a hagyományos médiaeszközöket uralja Magyarországon, tehát a köztelevíziót és egyébként a tévécsat, a két nagy kereskedelmi csatorna közül az egyik az ugye egyértelműen propagandaadóként működik, az országos lefedettségű rádióadókat, beleértve a Kossuth rádiót, az összes megyei napilapot, aminek ugye igaz, hogy csökken az olvasottsága ettől függetlenül. De még mindig hatalmas. Hát ugye azt mindig el kell mondani, nincs versenytársuk, hogy a megyei napilapokat összeadjuk, és hogy a politikai tartalom ugyanaz mindenhol, akkor ennek az összpéldány szóval mindig jóval több, mint 10-szerese a legnagyobb, 20-szorosa a legnagyobb, és ma már talán egyetlen nem kormánypártinak mondható napilapjának, a Népszavának. Tehát a Népszava ugye valahol 10 és 20 ezer között, hát most nem tudom, szerintem szegények már közelebb a 10-hez, de mondjuk volt 20 ezer, a megyei napilapok példányszámai mindig 200 ezer fölött van. Tehát nagyságrendi különbségről beszélünk. Tehát ők gyakorlatilag ennek a valóság hajlító, hát ezt ők hívják annak egyébként, propagandagépezetnek jobban ki vannak szolgáltatva. Nem tudják összevetni például a hiába van esetleg kint családból valaki Nyugat-Európában, tehát hogyha a hírekben folyamatosan azt hallják, Németországban már nem tudom én, fáznak az emberek, és külön mindenfajta fals információt, amik persze lehet valós alapja, de hát nyilván ezt fölnagyítja ez a propagandagépezet, meg hogy mekkora az infláció, miközben nálunk adott esetben sokkal nagyobb, sőt, ha az európai nőt nézzük, akkor szinte mindenki máshoz képest magasabb az infláció, és mégis ők bizonyosítanában egy ilyen a propaganda ilyen burokba zárja őket, és ebből nem tudnak kitörni. Nyilván a fiatalabb korosztály pedig alapvetően már máshonnan tájékozódik, és ott hozzá tud férni olyan információkhoz, amiketől el van zárva. Egy zárójeles megjegyzés, mindjárt megadom a szót. A Friss Magyar Hangban, megtalálom a címlapját, és a Friss Magyar Hangban most egy Romániát bemutató infografikával készültünk. Pár hét ezelőtt Magyarországot és Horvátországot vetettük össze az euróbevezetés apropóján. Most Romániával vetjük össze Magyarországot, itt az infláció jutott eszembe, tanulságos számok jönnek ki. Igen. Ugye eddig most főleg a Fidesznek az idősek körében való nagy támogatottságról beszéltük, ugye a DK-nál csak annyit kell vagy itt fűznék hozzá, hogy ez a szám az ellenzéken belül, vagy az ellenzéki oldalon tapasztalható relatív magas szám, vagy arány, ez meg ugye abból táplálkozhat, hogy az ő egykori valóságérzékelésük Igen. az igazából tovább él, ami hasonló rendszerben születhet. De ki, vagy, hogy mondjam, tehát ők is úgy érzékelhetik, hogy akkor, amikor éppen a Gyurcsány kormány volt, akkor inkább úgy történtek a dolgok, amik az ő értékrendjükkel ennek megfelelően voltak, és akkor ezt örökölhette tovább, vagy ügyette tovább a DK. Hát meg volt egy Feri, aki hozzánk szólt, meg van egy Viktor, aki hozzánk szól. De közben meg ugye a számos más párt is van, amit nem említettem, majd még a kutyapártot érjük vissza, hogy gondolat elég. De ugye itt ugye a Momentum, ami még a fiatalok körében látható, ugye 16%, az idősek körében idősek, hát most mondom 40 a határ, tehát a középgeneráció benne van, ott 5%, tehát 16 az 5-höz. A Mi Hazánknál, ez érdekes, hogy itt a fiataloknál 14, a 40 fölöttieknél 7%. Na, és akkor úgy jön a többi párt, ugye a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP, már olyanok is vannak, hogy a Néppártyán, már vagy mérik őket, meg a Mindenki Magyarországa, hát itt mozgalomként szerepel, de ugye tekintsük pártnak. De közben ugye, minthogyha ezeket a pártokat egy átlag ember, és most nem kell vidékre menjünk feltétlenül, mintha nem is látná.
jól, ezt jól érzékeled szerintem. De hát a mutatóik is igazából, ez, tehát a mutatóik alapján is ez derül ki. Ami azért érződik, hogy a Mi Hazánknál, meg a Kétfarkú Kutyapártnál egyértelmű protestszavazatokról van szó, és ez egy országgyűlési választás után elég jellemző, hogy valakik mindig csalódnak, valakik mindig elkezdenek keresni egy harmadik utat, és elég könnyen lehet sodródni egyébként akkor olyan pártok irányába, akik eddig nem inkább a mérések során inkább az alsó harmadba tartoztak. Csak mint hogy itt a felsorolt pártok némelyike, nem akarok újra mutogatni, de például a Jobbik, mint hogyha a kommunikációját kijelni abban, hogy megírnak napi három sajtóközleményt, amit mi, mint szerkesztőség megkapunk. De hogy mit tudtok például a Jobbiktól idézni, vagy érdemi cselekvést megnevezni, mint az elmúlt három hónapból? Ez nehéz lenne. Nyilván ezért is lesz bizonyos értelemben vízválasztó az európai parlamenti választás, hiszen most minden ellenzéki párt azt mondja, hogy majd ők önállóan elindulnak, tehát ez az 5% az ilyen adatok mellett elég nehezen megugorható itt a pártok legtöbbje számára. És csak néhány gyors megjegyzés, az egyik, hogy a DK például, amelyik ugye árnyék kormányt hozott létre is, és ugye hogyha az lenne a stratégiája, hogy itt most olyan felállás kellene, hogy legyen egy domináns párt, hogyha megnézzük ezeket az adatokat, különösen a DK-nak mondjuk a 40 év alattiak számát, mennyi az 4% vagy? A DK-nál 4%. És hogyha Fidesz-tel összevetjük mind a két szegmensben ezt, akkor itt sok mindenről beszélhetünk, de önmagában váltópártról semmiképpen. Nem, persze. A másik, hogy a Mi Hazánknál az, hogy a fiatalabbak körében népszerűbb, az tulajdonképpen ez ugyanaz a jelenség, amit annak idején a Jobbiknál, tehát még a néppártosodás előtti szélső jobboldali, radikális Jobbiknál lehetett tapasztalni. Igen, ők is inkább a fiatalok körében voltak népszerűek. Csak ugye tegyük még hozzá, hogy ugye, ha összeadnák itt a számokat, akkor a Momentum erősebbnek tűnne, mert ők 16 az 5-höz, míg a DK 14 a 14-hez. Csak itt az is közrejátszik, hogy a fiatalok kevésbé aktívak politikailag, tehát ezek a 40 pluszosoknál a százalékok, azok valójában sokkal többet érnek, mert ők sokkal többen mennek el arányokban. Igen, a politikai aktivitás az nagyjából 10%-nyi különbség van, vagy bőt 10%-nyi különbség van. Igen. 40 fölött, mint 40 alatt, mert mint az idősebbek javára. És ráadásul ez még nagyobb, tehát hogyha mondjuk 18-30-ra mérnénk, az viszont ott a 30-40 közötti dobja meg egyébként igazából a fiatalabb generációt. Miközben mondjuk a 60 fölöttieknél, most a DK-re nem emlékszem, az is jóval magasabb, mint ez. 80% fölötti. Hát a kettőt összeadjuk, de hogy a Fidesznek ilyen 64% körül van a támogatottsága a 60 fölött, és a DK is sok, és hogy gyakorlatilag a többi párt már hát igazából nem látszik. Igen, tehát hogy ez némileg csalók, és akkor még hozzátartozik az is, hogy ez a politikai aktivitás, hogy mennyire hajlandók elmenni, választani vagy nem választani, a fiataloknál sokkal nagyobb a mozgás, hogy az eltérés választás, hogy ténylegesen elmennek-e vagy nem mennek el választani. Tehát, hogy ez valójában még egy rosszabb adat is. Egyébként nagyon sok kutató el tudja mondani, hogy ha a fiatalok elmennének választani, akkor azért itt elég nagy földindulás lenne Magyarországon, de hát ugye, hogyha megnézzük a pártok üzeneteit, javaslatait, nem nagyon sikerül igazából. Hát igen, csak a fiatalok nem választani indultak el, hanem dolgozni Németországban, meg Angliában. De logikus, tehát hogy most még egy szempontot még bedobok a fiataloknál, hogy azért teljesen más élethelyzetek és élettapasztalatok vannak, és nem feltétlenül találkozik egy 30 év alatti fiatal, aki mondjuk egyetemre megy. Az egyetemistek körében még egyébként sokszor nagyobb is a politikai aktivitás, tehát hogy ez még valahol egy szerencsésebb állapot is lehetne, de amíg a hétköznapi életében nem találkozik olyan kihívásokkal és problémákkal, amit egy idősebb már túl van, akár a családalapítás, akár az otthon lakhatás, és még lehetne sorolni ezeknek a problémáival, addig nem is feltétlenül motivált abban, hogy akkor ezekkel a kérdésekkel úgy átfogóan foglalkozzon, és akkor a politika egyéb kérdéseivel foglalkozzon. És ott van egy másik réteg, akik meg egyszerűen 16 vagy 18 évesen már a munkaerőpiacra szabadulnak ki, ők meg egyszerűen nincs meg a belátásuk igazából arra, hogy és az informálódási lehetőségük arra, és nem is alakult ki ennek a kultúrája megfelelően, hogy politikával, közélettel abban a mélységben foglalkozzanak. Tehát, hogy itt ez még egy döntő tényező. Egy gondolat egyébként mindenre, amit most így összefoglalva, amiről itt most beszélünk.
Most mondtad a Jobbikot is, meg azért vannak nem feltétlenül aktív pártok. Én azért azt az látom... Az MSZP-t is mondhattam volna. Csak hogy én azért azt látom, és én bizonyos, és én kifejezetten nagyon, nagyon érdekel, és szerintem nagyon izgalmas idők jönnek, hogy mindig szeretünk arról, hogy jó, mit mondanak éppen akkumulátorgyárban, a napi, hétköznapi kérdésekre hogyan reagálnak a pártok, van-e olyan hú, de nagy húzásuk, amivel meg lehet trükközni a kormánypártot, ilyen elemzések szoktak jönni, vagy ilyen szemmel nézünk nagyon sokszor híreket. Most ez pont egy olyan időszak van, amikor tényleg a pártok vízióival, hosszú távú vízióival is lehet foglalkozni. És a DK végül is megfogalmazta, vagy nyárja maga útját. Veszen Orbán azért szerintem ennél többet nem... De ez egy híj, akkor is. Ez az Egyesült Európai Egyesült Államok. Lehet, hogy ennek van egy plafonja, de végül is ők járják ezt az utat. A Momentum is egyébként Donát Annát a párt élére helyezve próbálnak építkezni. De meg tudod mondani, mi az a Momentum egyébként? Túl az, hogy fiatalos, mert nem voltak még kormányon, de egyébként tudjuk kik. Nézd, egy bal és jobb oldali szempontból inkább egy liberális közösségről egyetemű, tehát ez egyetemű ki lehet jelenteni, de az, hogy mi ez az ország vízió, ebben tényleg problémával küzdködnek, és hogy ők mit tudnak nyújtani. Ez tényleg így van. Egyébként szerintem ez ugyanúgy a DK-nak is problémája az Európai Egyesült Államok és az anti-orbánizmuson kívül. Tehát, hogy nem feltétlenül az emberek hétköznapi életére megoldást kínáló ideológiákat építenek, vagy ideológiákkal foglalkoznak, és ezeket nem fogod. Tehát nem látni egy ilyen átfogó rendszert, hogy itt ez pontosan mi. Az LMP még érdekes szerintem, mert ott egyértelműen a zöld politikát próbálják megerősíteni, ami hát mérések szerint ilyen 10% körüli fogadókészség lehetne rá potenciális a Magyarországon is, hogy létezzen egy ilyen párt, de akkor egy ilyennek kell lennie, és nem az van, hogy ez megoszlik még a Párbeszéd, akár az MSZP, a DK, vagy a... Na most mindenki zöld, mindenki festegeti magát zöldre, most ez a persze, legnépszerűbb szín. Jó, csak ott akarok kiukodni, az LMP-nél legalább van egy világos vízió, hogy mit akarnak építeni, és hogyan kommunikálnak. Szerintem a legérdekesebb az egészben, hogy az egyik legkisebb párt tudott egy tényleg világos valamit felfesteni. Az, hogy erre milyen fogadókészség lesz, és hogy ez hogyan oszlik meg. Mindegy, oda akarok meg, hogy egyébként ez a párt, ennek a pártnak a képviselői, vagy akár vezetői egyébként az életükben, meg a gyakorlati cselekvésükben mennyire képviselik hitelesen ezt a zöld gondolatot, ez is egy kérdés. Jó, ez, igen, ezt szét lehet így szálazni. Akkor is az fog dönteni, hogy mi az üzenet. Szóval, nagy mozgások vannak, és szerintem most lehet úgy nézni az ellenzéki pártpolitikát, hogy így kis távolságtartással, de akkor hadd szóljon, akkor hadd menjen, mert hogy mi ennek a következménye? Verseny van, a verseny innovációt szül, és hát ha látunk valami olyasmit, amiből kikerekedhet egy érdekes 2026-os választás, mert nem 24-ről kell valójában szerintem beszélni. Na aztán mindjárt lezárjuk ezt a kört, csak még a Szabolcs reagálni egyet, és egyébként még ha esetleg a kutyapártot bevonnánk ebbe a témakörbe, ugye a 19%-os támogatottságukkal, ami nyilván valamennyire protest, vagy egy menekülő szavazat is, de az mindenképpen érdekes, és ez már súly. Hát ugye Gyuri is említette ezt a kutyapárt protest jellegét, és itt igazából ez egyértelműen most, ugye az átrendeződés, amit mutatkozik, ez az ellenzék, vagy ellenzéki érzelmű szavazótáboroknál jelentkezik meg, tehát ez az ellenzéki párt elitekkel szembeni távolságtartás és a csalódást fejezi ki. De én, ahogy itt most ugye elmentél, hogy ez egyenként a pártokban, én az összképben azért azt látom ezeknek az adatoknak a tükrében is, tehát hogy az ellenzék két dologgal nem ámíthatja magát. Az egyik az, hogy lám, de jó, hogy a fiatalok körében legalábbis összességében ugye az ellenzék a 40 év alatt közben markánsan vezet a Fidesszel szemben. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy majd az idővel akkor majd az történik, hogy egyszer csak az ellenzék többségbe lesz, hiszen nyilván a Fidesz sem fog malmozni az elkövetkező években, évtizedekben, és hát mint tudjuk, hogy ők aztán tényleg hosszú távra terveznek. A másik, hogy miután egyértelműen látszik, hogy ez a befagyott struktúra, mert ha a kormányzat és az ellenzéket összességében nézem, akkor ezt kimondhatjuk, hogy a nagy változások nincsenek, ez egyértelműen a Fidesznek kedvez, és hogy ez a mostani
gazdasági válság, meg nehézségek is, annak a, egyébként mondjuk ki pocsék kormányzati kezelése sem roppantotta meg a Fidesz szavazóban, és hát ez mégiscsak azt jelenti, és legyen akár azt mondom, hogy lehet az is, amit te mondasz, hogy, hogy az ellenzék most így szabadon, ellenzéki pártok elindulhatnak erre arra, és ebből az innovatív versenyből egyszer csak valami megjelenik, de azt rögzíteni lehet, hogy jelen pillanatban nincsen olyan erőteljes ellenzéki üzenet, olyan ez ellenzéki biztos érzület a pártok körül, ami ezt a fordulatot generálni tudná. Értem, amíg ez nincs, addig gyakorlatilag a Fidesz tényleg ölbetett kézzel nézheti ezt az egész jelenséget. Értem, hogy te momentumot látsz, bocsánat. Értem, hogy momentumot látsz abban, hogy, hogy most a gazdasági válságot hogyan kezelte a Fidesz, és hogy itt elméletileg... Én megkérdeztem a családomat, meg a szélesebb ismeretségi körömet, hogy, hogy akik idősebbek egyébként, hogy mi volt az, amikor, vagy mennyi idő volt az, vagy mikor volt az, amikor olyan politikai rendszer volt az ország élén, amivel ő azonosulni tudott, és azt mondta, hogy igen, ez így a lehető, elérhető legjobb irányba. Nem azt mondta, hogy tökéletes, hanem a lehető legjobb irány. És ilyeneket hallottam, hogy rendszerváltás első két éve, vagy Fidesz, igen, kormány, igen. Vagy Fidesz kormányzás. Hát a 98-2002-re mondja 90, a sok 98, valóban 2000. polgári gondolkodású ember, igen, hogy ez közelített. Jó, tehát oda akarok kérdezni, hogy ilyen két éveket hallottam vissza az egész életciklusukra vetítve. Nyilván a szocializmus, tehát a rendszerváltás előtti évek azért ott markánsabbak, de hogy ne ringassuk magunkat egyébként abba, és óvok mindenkit, hogy, hogy azonnali gyökeres változásokat, meg nagyon vágyunk ugye egy olyan országba, nagyon sokan, aki mindenki vágyik egy olyan országba, ahol igazán tökéletes minden szempontból élni, és hogy meg lehet nyugodni egy kicsit, fontolva, haladva lehet építkezni, és akkor haladni az életünkkel. Ezek nagyon idilli állapotok. Idilli állapotok, ami hát ne legyenek olyan rövidtávú elvárásaink, csak ezt akartam. Tehát szerintem, amit mondtam, abból nem is ez következik. Igen, tehát, értem, csak kiegészítettem. Na, viszont most akkor egy témát lépünk, nem vidám téma következik. Ugye a Szabolcs említett az előbb ugye az, hogy mi roppantja meg egy rendszernek a népszerűségét, vagy mi nem. Ugye itthon azt látjuk, hogy szinte semmi, hogy a járvány, az elképesztő halálozási adatok sem roppantották meg, és hát itt egy új nagyon szomorú statisztika, ez már egy ilyen műsor, hogy sok számról beszélünk, de én egyébként is törekszem arra, hogy, hogy tényeket hozzunk, mert ugye a véleményekkel nagyon nehéz befolyásolni embereket, és nem is biztos, hogy kell, de mondjuk a tényekkel sokan nehezebb vitatkozni, és hát kijött az OECD legfrissebb jelentése arról, hogy az Európai Unió tagállamaiban mennyien betegszenek, illetve halnak meg daganatos megbetegedésekben, és hát elsők vagyunk. Méghozzá magasan az elsők vagyunk. Egyébként a legkedvezőbb adatokkal Ciprus rendelkezik, Málta a második legjobb, utána következik Finnország, Svédország, Spanyolország. A negatív országok pedig ugye hát Magyarország, ugye a legrosszabb 328 halott 100 000 lakosra vetítve, utána jön ki a 311-jel Horvátország, utána Szlovákia 293-mal, és utána jön Szlovénia, Lengyelország, kiadtam Lettországot, és érdekes módon Dánia, ez kicsit kilóg a sorból, de egyébként alapvetően volt szocialista közép-európai országok állnak a legrosszabbul. Románia lényegesen jobb egyébként nálunk, tehát ott 264 a mi 328-unkkal szemben, egyébként Cipruson 195. Tehát ezt érdemes ezt a két szélső számot megnézni, 195 a 328-hoz. A megbetegedések tekintetében pedig Magyarországon 623 ez a szám, ami az uniós átlagban 569. Ugye, hogyha ez egy száraz statisztika lenne, meg egy gazdasági adat, akkor rá lehetne vágni, hogy azért ez nem is akkora különbség, de ezért nagyon nagy itt az ilyen emberéletektől van szó. És ez is egy olyan ügy, ahogy álltam az egészségügynek, a szociális ellátásnak is az ügy, ami valahogy nincs benne úgy érdemben a közbeszédben. Mindenki tapasztalja, mindenki megszenvedi, vagy a családja megszenvedi, de valahogy mégsem lesz igazán olyan ügy belőle, mégis a ápolók magukra maradnak a Kossuth téren, valahogy mindenki úgy elkönyveli, hogy a nagymama meghalt egy kórházi fertőzésben, hiszen már úgyis öreg volt, szegény, és valahogy ez is egy olyan adatsor, ami egyszerű kijött, pukkant egyet a sajtóban, most is így beszélünk róla, és nyilván nem fog történni semmi, az egészségügy borzasztóan alulfinanszírozott közben. De miért kell? Tehát tényleg nagyon nehéz ebbe a bonyolult kérdés feltenni, mert nem egészségügyi szakműsort készítünk, de hogy
hogy miért vagyunk mi minden ilyen statisztikában, ami az egészségünkről, az életünkről szól, beszélhetnénk itt a várató élettartamról, az egészségben eltöltött évekről, miért vagyunk mi ilyen kegyetlenül rosszat, összevetve Romániával mondom, vagy a balkáni országokkal is? Nyilván itt megint csak azt tudom mondani, hogy nyilván nincs egyetlen egy generális válasz erre a problémára, és tudom, hogy azt is tudjuk, hogy ezek a statisztikai adatok már nagyon régóta rosszak. Tehát én emlékszem, hogy... Minden évben. Hogy évtizedekkel korábban is rosszak voltak, de azért, és itt én azt gondolom, hogy itt a politika, és nyilván a hatalmon lévő politikai erőnek a háromszor aláhúzott felelősségét nem lehet megkerülni, hiszen... És ez többszörösen igaz, tehát hogyha azt mondjuk, hogy valami 90 előtt rossz volt, ugye azóta eltelt már egy emberöltőnyi, most már 33 év lassan, tehát elnézést, ez most már annyi, mint a Kádár korszak, már jóval hosszabb, mint a Horthy korszak. És tehát nem ez, lehet mutogatni folyamatosan oda. És maga a Fidesz is ugye folyamatosan ugye 2010 óta kormány van méghozzá, ugye elképesztő felhatalmazással. Tehát itt nincs semmifajta belső erő, és igazából, ha beszéltünk már róla, az előző évtized, mondjuk ugye a járvány előtti időszak, meg jó, mondjuk amikor a kormányzást átvették, akkor valóban az örökség azért az problematikus volt. Ettől függetlenül ugye ez egy arany évtized volt, tehát uniós pénzeső, világgazdasági konjunktúra, tehát itt nem lett volna nehéz valami nagyot alkotni akár ezen a területen is, és valamiért ez nem sikerült. Ugye ebben a jelentésben az is benne van, hogy igen, tehát itt valamiért kevés pénzt költünk arra, és itt nem arról van szó, hogy az ország úgymond szegény, bár uniós összehasonlításban igen, Magyarország szegénynek számít, hanem arra, hogy egész egyszerűen nem arra költjük el a pénzt, amire kellene, hiszen arra nincs, tehát hogy... A rákbetegekre egy elköltött pénz tekintetében is ugye Magyarország jóval az uniós átlag alatt teljesít. Tehát egész egyszerűen a anyagi források sem állnak rendelkezésre, de nyilván nem lehet erre leegyszerűsíteni a problémát. Az is benne van, hogy a szakember hiány miatt olyan területi egyenlőtlenségek vannak az ellátásban, ami szintén valószínűleg rossz hatással van erre a statisztikára. Tehát azt mondom, hogy nyilván itt lehet persze saját magunkat is ostorozni, tehát nyilván az életmód, táplálkozási szokások, mozgás, szegénység, ezen nem feltétlenül tud a politika változtatni, de azt gondolom, hogy amikor ennyire kilógunk, tehát egész egyszerűen erre nincs észszerű magyarázat. Ez olyan volt, mint a járványügynél, tehát arra sem tudok azóta sem egyetlen, hogy a fenébe sikerült Magyarországnak ilyen rossz halálozási mutatókat felmutatnia. De bocsánat, még csak az életvita, ami biztos nagyon fontos. Csak most direkt a franciákat kerestem ki, ők 239, tehát ők ugye a felénél picivel jobbak. A franciák is isznak, cigiznek. Tehát, hogy ugye van is egy szakmában egy francia paradoxon, hogy egyébként nem, az nem igaz, hogy nem táplálkoznak egészségesen, mert mondjuk sok halat esznek, de sok szempontból meg károsítják is magukat, és mégis például a franciák várható élettartama az meglehetősen magas. De ugye az északi országokról is beszéltünk, szintén sok szempontból nem kedvezőek a feltételek, ilyen egészen más minőségű ellátórendszer áll mögöttük, de hogy jó számokat hoznak az alkoholizmus, a sötétség, stb. Ellenére. Csak annyival akartam kiegészíteni a Szabolcsot, és ez nagyjából így némi választ is ad egyébként arra, hogy Franciaországból van miért lehet, ez egy kicsit más. Hogy az, hogy mondjuk nálunk milyen a megelőzés, milyen az iskolai oktatás, ami felkészít egyébként az egészségesebb életmódra. Most őszintén szólva, egy összeszerelő üzemre szocializálódó, vagy összeszerelő országként szocializálódó társadalomban az egészségkultúra az egy kicsit máshol lesz, mint ahol nagyobb hozzáadott értékű a társadalom egyes tagjainak a munkája. Tehát ez egy kicsit egy lélektani dolog is, hogy a létet biztonsága. Igen. Ugye? Tehát erre gondolsz, Lényegében, de hogy ez ugye itt megint az ennek sok dolog összekapcsolódik. És hogy az, amikor feltetted a kérdést, meg behoztad ezt az egészet, hogy itt ülünk, és akkor megint egy ilyen szomorú statisztika fölött ülünk, és hogy miért nincsen különösebben változás. Hát az a helyzet, hogy, és ezt nem kell, de ezt tudjuk, a Magyarországon a társadalmi szolidaritás, az együttcselekvésnek a tényleg a szintje, az valamiért még a régión belül is kifejezetten alacsony, nemhogy a nyugati társadalmakhoz képest. És
mi nagyon szeretjük a különutasságot, majd mi valahogy megoldjuk, van egy ismerősünk, és ez pont az egészségügyre egyébként nagyon jellemző. Most az, hogy a magánegészségügy az nem véletlenül lett szerintem így, így sunyiba elengedve, hogy akkor hadd virágozzon, mert ez megfelelt igazából a magyar igényeknek, a magyar társadalom igényének. Virágozzon a magánegészségügy, mert ugye inkább afelé mozdulunk el, és már a középosztály, aki még éppen hogy megengedheti magának, éppen hogy. Hát a és ugye kénytelen, és igénybe is veszi már a magánegészségügyet, mert másképp egyszerűen nem jut hozzá. A hálapénzbe fektetett összegek, azok most már a magánegészségügyben jelennek meg igazából. És hogy, de hogy akkor fordítsuk ezt le. Magyarországon problémája van az orvosoknak abban, hogy egyrészt kritizálják a rendszer finanszírozását, a hatékonyságát, de nem véletlen, tehát sokkal kevesebb összegből lehetne bizonyos területeken sokkal jobbat is kihozni megfelelő szervezettséggel. Nem mellesleg az egészségügyi kiadások alacsonyabbak lennének megelőzéssel és szűréssel, ami pont a rákbetegeknél drasztikus változásokat eredményezne. És akkor ott van az oktatásnak a problémája, ami nagyon-nagyon egyébként tényleg hasonló, és most nem csak a bérhelyzet miatt, hanem világos szakmai álláspontok van, vagy tehát szakmai vények elérhetők, versenyeztethetők a kormányzat által képviselt politikával, és nagyon egyértelmű válaszok vannak arra, hogy hogyan lehetne változtatni az ország jobb oktatásának a javítását, hogyan lehetne elérni. Egészségügyre ugyanez igaz. Ott van akkor, legyen mondom, a mozdonyvezetők helyzetét is. A mozdonyvezetők is egyébként egy, ott is bérhelyzetről van szó, de valójában egyre nehezebb körülmények között vannak, nagyon kevesen is vannak, és a munkakörülményeik is azért eléggé messze vannak attól. És így valójában oda lyukadunk ki, hogy rossz munkakörülményeket biztosítunk tanároknak, orvosoknak, mozdonyvezetőknek is még lehetne sorolni, és ezek a szakmai érdekképviseletek valahogy mindannyian külön próbálják meg kijárni egyébként az útjukat, és nincsen megfelelő érdekegyeztetés néhány baráti levélen kívül, amit elküldenek egymásnak. Világos, sztrájkolni se tudunk úgy, mint a franciák, meg a törvények sem teszik úgy lehetővé. De ez nagyon fontos, nem látunk példákat. Nem lesz a következő 30 évben nyilván olyan szociális háló és olyan ellátó rendszer, mint még a skandináv országban, nem lesz olyan mediterrán életvitel, sok hallal, sok fiesztával, mint mondjuk ugye látunk akár itt a spanyol vagy a ciprusi adatokban. Ezzel együtt, ha már szűréseket említetted, azért relatíve kevés pénz hozzárendelésre, azért mégiscsak lehetne eredményeket elérni, hogyha lenne rá szándék, nem? Hát én is azt gondolom, hogy ez nem magyarátok, tehát ezek egyáltalán nem szükségszerű dolgok, és én nem véletlenül hangsúlyoztam ezt a 90 és a 2010 óta eltelt hatalmas időszakot, mert én is egyetértek azzal, hogy amit most mondtál, hogy hát valószínűleg 20-30 éven belül se lesz olyan. Magyarországon persze most mindig halljuk azt, hogy most 2030-ra fogjuk Ausztriát, meg az unió átlagát, vagy az unió fejlettebb részét elérni, már amennyiben persze még ott vagyunk. De hát én azt a magyar társadalomban vagyok a legidősebb, tehát én még arra is emlékszem, hogy az előző rendszerben is mindig ez volt. Mindig váltott tehát, hogy bizonyos dologtól mindig ugyanakkor a távolságban vagyunk. Régebben vicceltünk, hogy az uniós tagság is ilyen, de mondjuk azóta az sikerült. Kivel az eurót, mert azt most már nem is várjuk. Azt nem. Tehát, hogy... És ez kérdés, hogy valóban a társadalom miért egy ilyen dologra is, erre is rálegyintünk, hogy jól van ez így, tehát hogy így állunk a halálozásban, tehát jól van ez így, vagy mondok, most kiragadok egy egészen más statisztikai adatot, tehát az inflációnál, tehát itt van az élelmiszer infláció, ami tényleg a legmagasabb szintén Európában. De ezt sem értem, hogy miért, mert hát Magyarország azért olyan adottságokkal rendelkezik, hogy egészen nincs erre magyarázat, tehát hogy mi azért persze bizonyos dolgokból mi is importra szorulunk, és tudom, de hát azért tehát nem nincs erre észszerű magyarázat, és itt meg azt kell, hogy mondjam, hogy itt a politikának megint olyan felelőssége van, tehát hogy ez nem lehet megkerülni. Azért szerintem van rá magyarázat, de ez inkább abból fakad, hogy milyen magyarországi a bérszint politika volt, tehát hogy a minimálbéreket hol tartott. Tudod, hogy olyan magyarázat, ami rajtunk tőlünk független. Tehát én olyanról beszélek. Tehát hogy persze az energiának mindenkit érintenek, ez rendben van, bár az éppen csökkennek. Csak az élelmiszer árak ugye logikusan magasabbak kellene legyenek Nyugat-Európában, hiszen magasabb bért kapnak
az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban dolgozók, mint nálunk. De verre. Attól még a termékeknek szépen, van nemzetközi mozgása. Szépen utolértük még a magyar termékek esetében is a nyugat-európai, vagy közép-nyugat-európai árakat. De világos, de csak azért, mert nyugaton többet keresnek az emberek, ez nem egyenesen arányosan lesz minden automatikusan drága. Tehát mégiscsak ezeknek a termékeknek van nemzetközi áramlása, és ez azért így valamennyire közelíti egyébként ezeknél a termékeknél nem vagyok közgazdász, de hát ez így kell, hogy működjön. Oda akarok kiukadni, hogy itt nagyobb volt a váltás, sokkal kiszolgáltatottabbak voltak a termelők az energiaválságnak, és emiatt nagyobb árakat, jobban kellett növelni az árakat. Az összes munkavállaló azt szeretné, hogy megemelt összeget kapjon, tehát nagyobb fizetést kapjon, mert egyre nehezebb fenntartania azt az életszínvonalat, amit az elmúlt 10 év konjunktúra után azt gondolta, hogy kiérdemelt. Tehát, hogy ezek így érnek össze, de szerintem most túlmutat azon, legalábbis a szaktudásomon mindenféleképpen, hogy ezt így kielemezzük. Jó, hát itt ez persze nagyon messzire vezet, a földek kiárosításától kezdve a mezőgazdasági támogatásokon át, hogy egyébként miért éri meg jobban akár Franciaországból behozni a burgonyát, meg Ausztriából behozni az almát, és sok esetben olcsóbban adni, mint a magyar árut, ha egyáltalán ugye az van a boltokban. Nyilván ez most nagyon messzire vezet ez a... De akkor beszéljünk a lehetőségekről, meg a változásról. Ti azt mondjátok egyébként, hogy nem, valószínűleg a következő 10-20 évben nem lesz nagy változás társadalmi szorítatásban, meg ilyesmiben. Nem, én ezt nem mondom. Egyáltalán nem mondom. Tehát én inkább azt mondom, hogy rajtunk múlna ez. Tehát én csak azt mondom, hogy az, amit elmulasztottunk, azt a 20-30 évet, azt már elmulasztottuk. Tehát hogy azt a kezdő pozíciónkat ez határozza meg. Azt, hogy 10-20 év múlva mi lesz, hogy azt nagyon nehéz megjósolni. Ugye most azt látjuk, hogy az apátia az olyan méreteket ölt, nyilván karonfogva vagy kézenfogva a gazdasági válsággal, az emberek effektíve lecsúszásával, ami most egy nagyon negatív tendenciát látunk. Tehát, hogy ilyen rossz lelkiállapotban régen volt ez a társadalom, mint amiben most van. Tehát, hogy mennyire tudod most megmozgatni egy ügyért, egy társadalmi ügyért, egy kulturális ügyért, nagyon nehezen. Eddig se volt könnyű, de most aztán különösen. Kik tudnak ugye ebben változást elérni? Most megint a szakmai szervezetekre vagy szakszervezetekre vissza lehet utalni. De ugye a politikai pártok is nagyon érdekes, hogy valamiért nem azt látjuk, most az ellenzéki pártokról beszélek elsősorban, hogy aki tagjává válik valamilyen formában, akár aktivistaként, szimpatizásként, valamiként az ő közösségüknek, az azt érezni, hogy az a közösség egyébként a maga módján segíti az életben, az előrejutásban, a boldogulásban, akár tanácsadással, nem feltétlenül konkrétan anyagi segítségekről beszélek. És amíg ezeket nem látjuk példaként magunk előtt, addig nehéz azt mondani, hogy hú, én nagyon vágyok abba a közösségbe, legfeljebb a politikai üzenetek alapján vagy tudom eljutani. Vagy valami reményt. Igen, csak hogy ugye, mivel azt csak oda akarok kiküldeni, hogy nem látunk a társadalom meghatározó érdekképviseleti szerveitől, pártoktól, szakszervezetektől mintákat arra, hogy ez hogyan tud érdemben működni, és pedig azért nem olyan nehéz ilyeneket gründolni, és elég nagy. Nem, mert hát ezért vannak ezek igen, a szervezetek. Igen, ezért vannak ezek a szervezetek, hogy ez hogyan történjen arra, hogyha saját kútfőből nem megy, akkor tényleg meg lehet tenni azt, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk Atlantában hogyan szervezték meg a fekete közösségnél, akik politikailag nagyon-nagyon alacsony volt a politikai aktivitásuk, hogy valahogy elmentek szavazni. És egyébként mi történt? Egymás lakásait újították fel, az olyan nyílt napokat szerveztek, ahol az iskolába bementek a szülők, és akkor egyértelművé vált, és át lehetett beszélni, hogy miért nem jó az iskolai finanszírozási rendszer, ami az Egyesült Államokban működik. Ott az adott térségnek az adóbevételeivel arányosan finanszírozzák az oktatást, ezért mondjuk New York elit. Tehát kb. Úgy kell elképzelni, mint hogy nálunk a
a mondjuk Budapest 12. kerületét hasonlítanánk össze Szabolcs-Szatmár-Bereg, ugye lehagyott a térség. Jó, de mondjuk például a civil társadalom, a szervezett civil társadalom, az például itt is nagyon sokat tudna segíteni, hogyha éppenséggel támogatnák az ő munkásságokat, és nem gáncsolnák még azokat is például az igazi öngyöt, akik mondjuk ilyen téren nagyon sokat tennek. De valójában a demokrácia, meg ez tényleg nem lehet elvárni azt, hogy mindig jöjjön egy nagy finanszírozó, és akkor vagy néhány, és akkor tele. Hát szerintem sokan már akkor is örülnek, hanem, hogy a békén hagynák őket, és hagynák a saját forrásait. Világos, csak hogy ugye itt arra gondolok, hogy a társadalom számára kell vonzóvá tenni ezeket a mozgalmakat, és akkor a társadalom tagjainak mikroadományaival tényleg tudnának ezek a kezdeményezések létezni. Ez nem egy elvakult dolog. Tudom, hogy lényegében ti is ezért tudtok működni, mert létezik az a szűk 10 000 fős réteg, vagy bő 10 000 fős réteg, aki finanszírozza a ti munkátokat. Igen, de ti is mit próbáltok tenni? Próbáltok visszaadni az olvasótoknak, különböző gesztusokat tenni az előállított tartalmon kívül. Igazából mi is most azért ülünk itt, mert ez egy olyan ez az ő juttatásukból megvalósuló extra, vagy extra tartalom. És ez nagyon fontos. És ez ugyanígy igaz lehetne egy oktatással foglalkozó szervezet esetében is, hogy azt az összeget, amit ő egyébként támogatásképp megkap, akkor egyrészt az érdekképviseleti munkáját is a megfelelő szinten és színvonalon végzi el, most elnézést, hogyha valaki ezt nagyon magára veszi, a másik része meg, hogy a társadalom számára is úgy közvetlenül visszajutatni, legalább csoportok szintjén, hogy érezze a támogató is, hogy valami történik azzal az összeggel, amit ő felajánlott, és ebben vannak problémák, ezek valamiért nem működnek, és nem látunk élő közösségeket itthon. Na jó, verekedjünk még a végén egy kicsit. Ja. Már nem úgy, hogy mi. És nem akarom egyáltalán elviccelni a dolgot. Ugye az a legutóbbi kötöttfogás extrában is téma volt, akkor még egészen friss hírként szerepelt, hogy ugye több embert brutálisan bántalmaztak Budapest utcáin a múlt hétvégén. Félek attól, hogy ott egy picit félrement az a beszélgetés, mert hogy sok példát hoztak akkor a vitapartnerek arra, hogy bizony Európa különböző országaiban, a világ különböző országaiban, van ennek egyfajta hagyománya, akár a futballban, akár az ideológiák világában, hogy az ilyenek és olyanok, a kékek és a zöldek, vagy pirosak, vagy feketék és a fehérek, ők úgy most nem a színre gondolok nyilvánvalóan, összeverik egymást, meg összeverekszenek akár szervezett körülmények között. Láttunk ilyet azért a budai vár környéken az előző években is, csak hogy idén nem ez történt. Pontosabban nem ez volt a lényege a történéseknek, hanem az, hogy valóban úgy tűnik, hogy random, igazából minimális válogatással, a válogatáshoz elég apropó volt az, hogy valakinek mondjuk terepszínű a nadrágja, agyba főbe vertek embereket Budapest utcáin, amit azért ilyen formában eddig emlékeim szerint nem volt példa, legalábbis ugye a közelmúltunk történelmében nem volt példa. És látva a sérüléseket, ahogy leírták, hogy ugye még egy-két fényképet is láthattunk bulvárlapokban, hogy néznek ki ezek az emberek, hát itt nem sokon múlott az, hogy valaki ebbe belehaljon. És ez egy egészen ijesztő dolog, és pro-kontra, tehát itt ez a úgynevezett antifák, és a fák is vertek ugye járókelőket. A legnagyobb visszhangot ugye az új budai eset kapta, amin ugye videófelvétel is készült, amikor ezek a bizonyos antifák ezt a dohányboltban dolgozó terepszínű madáros úriembert agyonverték, brutális módon, erre volt felvétel. Na, lényeg, hogy ez ugye egy új jelenség ebben a formában Budapesten. Mi lehet az oka? Tehát, hogy van egyfajta új mozgalom Európában, egy ilyen antifa mozgalom, ami egyre radikálisabb eszközökhöz nyúl, vagy a hazai politikai események generálnak valamit, vagy mi az oka annak, hogy ez a fajta brutális, erőszakos jelenség, mert itt ugye ezek az elkövetők nagy számban külföldiek voltak, áldozatok is részben, hogy ez megjelent Magyarországon. Ugye, először azt az alaptételt kell leszögezni, és azt mondom, hogy ebből nem szabad engedni, hogy az erőszaknak pláne az ilyen formája az elutasítandó, és hogy ebben nem szabad engedni ezt minden, hát mondjuk
jó érzésű, jó akaratú embernek és civil szervezetnek, politikai erőnek ebben tántoríthatatlan álláspontot kell képviselnie. Tehát mielőtt azon elkezdünk gondolkodni, hogy kit mi motivált, hogy akkor mi a véleményünk itt ennek az egésznek a történelmi hátteréről, ezt le kell szögezni, hogy ez a módszer, ez egészen ez egy brutális bűncselekmény, elfogadhatatlan, visszataszító, és nem tudom, még a jelzőket fokozhatnám. És amikor elkezdünk arról beszélni természetesen, hogy nyilvánvalóan ez a fajta, ugye, miről beszélünk, ugye ez a kitörés napi, egyesek szerint ugye becsületnapi rendezvénysorozat, amikor arra emlékeznek sokan, hogy amikor a Budapest ostroma véget ért a II. Világháborúban, akkor a február 14-éről 12-ére virradó éjjel ugye a várba kétségbe esett helyzetben lévő körülzárt, nem tudom, kb. 50 vagy 60 ezer magyar és német katona, tessék? 40 ezer. Jó, 40 ezer, igen, megpróbált kitörni, és ugye ez a II. Világháborúnak az egyik legvéresebb, hát egy vérengzésbe torkollott a résztvevők többsége, ugye ott meghalt. És sokan ezt ugye, tehát én azt kell mondjam, hogy nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, vagy elmennek ilyenkor, akkor valószínűleg tényleg, sőt ismerek is olyanokat, akik azt mondják erre, hogy hát ők politikai, de pláne attól az ideológiától függetlenül, aminek a nevébe ezek az emberek elvileg harcoltak, azt elutasítva, vagy tehát attól függetlenül, ők az áldozatokra emlékeznek. Ugye ez egy borzasztó dolog volt, azok az emberek nem háborús bűnösök voltak jó részt, hanem besorozott katonák, akik így próbáltak valahogy ebből a szorult helyzetből kikeveredni. De nyilvánvaló, hogy ez magára húz olyan szervezeteket, akiknek már más a céljuk ezzel, tehát gyakorlatilag egyfajta ilyen hőskultuszt generálni, hogy itt ők harcoltak úgymond a jó oldalon, és amit ők képviseltek, az a jó, és ugye, hogy ezt kicsit tovább gondoljuk, akkor egészen szörnyű dolgokig eljutunk. És én értem, hogy sokakban ez felháborodást kelt, de azt gondolom, hogy ez a fajta akciózás, ez nem lehet válasz erre, hiszen még a céljával ellentéteset is elérhet például azt, hogy akár még szimpátiát is kelt jelenben. Pláne olyan akkor, hogyha tényleg még ártatlan, tehát meg se győződnek arról, hogy nem mint hogyha az menteni a dolgot, hogy na most ő tényleg részt vett ilyen, vagy oda jegszik, és úgy verik meg. Tehát itt nincs egyrészt másrészt érvelés szerintem itt az erőszak tekintetében. Azt, hogy a történelmi eseményről mit gondolunk, az attól teljesen független. És bocsánat, kicsit hosszú vagyok, de akkor gyorsan még arra a kérdése, hogy ez miből fakad. Én nem gondolom azt, hogy a magyar társadalom folyamatait tükrözi ez, mert azért ez eddig egyértelmű, hogy ez egyfajta ilyen nemzetközi, elég szűkkörű, radikális mozgalomnak az ilyen, hát nagyon rossz szóval divatja ez, akik most itt voltak, és itt ezt végrehajtották, ezt nyilván vissza kell utasítani, erre a megfelelő választ meg kell adni, de én azt látom, hogy nagyon sok eset más történésnél látszik, hogy igen, hiszterizálódik a magyar társadalom, meg az erőszak felé tolja, és nagyon sok mindenki felelős politikai tényező is, de azt gondolom, hogy itt most nem erről van szó. És még ezt mondom, hogy azért nem szabad belemenni abba, hogy megért, azt mondjuk, hogy hát érthető ez a szándék, mert akkor ott tartunk, amit sajnos nagyon sokan látunk a orosz-ukrán háborúban, hogy sokan már arról beszélnek, hogy hát igen, de az oroszoknak is ugye hát azért az érdekei, meg hogy jaj, hát azért az nem lenne jó, hogyha a NATO ott lenne a közelükben, mégis érthető, hogy hát nekik is vannak sérelmeik, provokálták őket, hát nem. Az agresszor, az áldozat, és az erre az esetre is vonatkozik. Hát ugye én nem feltételezem az itt ülők, hogy itt ülünk, hogy itt bármelyikünk a megértésre tudna akár az egyik, akár a másik oldal felé fordulni. Annyiban viszont, annyiban úgy megértésre, hogy mit csinálnak egyébként az antifasiszták. Ugye ők azért választanak erőszakos eszközöket, mert úgy gondolják, hogy a modern nyugati társadalom az nem tudja kellőképpen visszaszorítani azokat a súlyos, radikális, szélsőjobboldali náci-fasiszta eszméket és ezeket a mozgalmakat, hogy tényleg szerintük megoldódjon ez a kérdés és ez a probléma. Ezért radikalizálódnak és saját maguk avatkoznak be és erőszakos eszközökkel próbálják megakadályozni azt, hogy aki egyáltalán hajlamos ilyen eszmék
eszméket befogadni és képviselni. Vagy azt gondoljuk rá, hogy igen, olyan. Igen, hogy, tehát, hogy minden nácit megpróbálnak elijeszteni attól, hogy ő exponálja magát a világban, és mozgalmat, bármiféle ilyesmit építsen egyébként erre az ideológiára. Valószínűleg, mint betörik a fejét, attól még nácibb lesz egyébként logikusan. Jó, persze. Mondjuk az a túriember éppen azt mondta az egyik, pont a trafiknál megvert, hogy ő az utcára, és most már fél kimenni. A Dudás úrral annyit érdemes tudni, azért lehet mondani, mert ugye nyilatkozott igen. a sajtónak, hogy igen, ő egyébként igen, igen, igazából az Anarchia, bocsánat, az Archívum zenekarnak az egyik zenésze, és hát az Archívum zenekarról azért azt tudni kell, hogy ha jól emlékszem, az első Orbán kormány idején volt egy kalandjuk, hogy Szálasi születésnapján tartott a koncertet többet magukkal, és akkor emiatt eljárás alá vonták a zenekar tagjait, meg az ott a szervezőket, meg az ott megjelenteket. Azt hiszem, Zighely című számuk is van, és még lehetne sorolni. Az úriember egyébként azt hiszem Vér és Becsület pólóval, meg 88-as, tehát a Heil Hitlert kódként rejtő pólószámmal egyébként nagyon szívesen pózol. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy elképesztő egyébként az, ami így a médiának, hogy is mondjam, a megvert szélsőjobbosokat kicsit így, tehát féltő hozzáálló, bizonyos szempontból még mosdató, olyan dolgok jelentek meg, hogy mintha itt egyszerű átlag embereket vertek volna. Az valójában... esetek egy részében egyszerű átlan embereket vertek meg. Hát most ők a kivételek. Ezt még nem tudjuk. Róla a Dudásról már egyértelműen kiderült, de róla még a rendőrség is azt mondta, hogy csak a ruházata alapján meg úgy nézett ki. Az újbudai úriember dolgozni ment egy dohányboltba Újbudán. Várjál, fontos, volt velük egy magyar személy. És ezeknek a mozgalmaknak rendszeresen azt csinálják, hogy azonosítják, hogy kit akarnak megtámadni, és lehet, hogy éppen ő dolgozni ment, de őt már régen kinézték maguknak, hogy na őt mi lenne, hogyha megvernék. Vagy az alapján, ugye ez sem egyértelmű, mert a másik személyek egy koncertről tartottak hazafelé. Milyen koncertről tartottak hazafelé? Tehát, hogy azért, hogyha valaki ennyi sok száz kilométert utazik, akkor általában nem csak random embereket akar megverni az utcán, kinézet alapján. Ugye mostani ismereteink szerint azért ebben van, aki tényleg csak random belekerült az alapján, hogy éppen az utcán sétált. Mostani ismereteink szerint, de azt mondom, hogy a Dudás úrról is pont ez volt. Fel is lehet róni meg annyi dolgot az ő múltjukból, vagy jelenükből. Ugye gyilkosokat sem szoktunk agyonverni, mert hogyha sokszor a társadalmi igazság ezt is kívánná, de mégis a civilizációnk eljutott ott arra szintre, hogy nem így veszünk rá valósor dolgokat. Jó, csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy nehogy már, mint ahogy azt hiszem a Blikken jelent meg, hogy a nemzeti rock egyik ismert alakjaként mutassuk be az úriember. Jó, csak minden érdekes, hogy megjelent, tehát ott a Betyás erejűen megjelent, hogy ők teremtettek rendet a Blikken. De hogy miért történik ez, vagy miért van ez? Most őszintén szóval a kitörésem még túl, és a körülete kialakult kultusz most már 10-15-20 éve vonza be Németországból és egyéb országokból, simán jönnek ide neonácik egyébként, mert a különböző pecsételő pontokon lehet SS zászló előtt Hitler képpel együtt pózolni, és megválogatott a túra után válogatott zárt körű rendezvényeken kiélni valójukat. Tehát, hogy erre kialakult egy kultúra, és hogy hatás ellen hatás, az antifasisztáknál az inger küszöböt elérte, és ők megjelentek. Ez a probléma, hogy ezt nem ismerte fel a magyarországi akár nemzetbiztonság, akár a rendőrség, hogy ezek ilyen káros folyamatok, és nem sikerült ezt megfelelően ellenőrizni és kondicionálni. Most mondok egy példát, konkrétan a kitörés emléktúra egyébként még közpénzes támogatást is élvez. Könyörgöm. Hozzátéve egyébként, hogy miért ne lehetne egy ilyen eseménynek, ahol Szabolcs is mondta, messze nem arról volt szó, hogy itt tömeggyilkosok és nem tudom, nácik estek volna csak ennek áldozata, hanem rengeteg olyan fiatal katona ember, aki egész egyszerűen belesodódott ebbe, ott volt, sorozták, a tömegfőhöz is vitte őket, mert aztán persze lehet hallani olyan történeteket, hogy aki nem tört ki, az túl tudta élni, meg nem is volt rossz az a szovjet hadifogság, mondjuk a családom erre tudna mesélni, annyira azért nem volt jó, de nyilván itt is a megítélésben is a szélsőségek jönnek elő, tehát nácizunk, meg nem tudom, nem nácizunk, miközben az árnyalatok ennél sokkal gazdagabban vannak jelen.
Amúgy pedig az egész téma nincs kibeszélve és történelmileg rendbe téve. Egyébként valójában rendbe lenne téve, csak... De társadalomban nincs kibeszélve. Tudom, Ungári Krisztián és társai rengeteg kiválatokat írtak, de társadalomban nincs társadalom helyre téve. Egyébként van pozitív kezdeményezés, ugye az érintett budai polgármesterek egyébként pártállástól függetlenül már emlékeztek közösen ugye az áldozatokra, szigorúan véve az áldozatokra, és azt mondom, nekik ez igenis kijár. És a másik, amit mondtál, hogy igen, ezt én is mondtam, hogy erre a mozgalomnak, vagy nem tudom, minek nevezzük, hát bizonyos értelemben területesen mondom, telepedett rá ez a neonáci szubkultúra, és akkor mondom, hogy miket árulnak, meg milyen jelképek vannak. Itt azért megint csak kénytelen vagyok egy kis a kormány felelősségét megjegyezni, mert hogy én mindig azt hallom, mikor valami ilyesmi szóba kerül, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a mindenfajta antiszemita, a náci és nem tudom milyen megnyilvánulásokkal, mozgalmakkal szemben. Ha az az úriember, akit ugye bántalmaztak, és őnek ilyen tevékenysége van, hát nem tudom, hogy ez a magyar jogszabályoknak mennyire felel meg, mert pláne ennek a bizonyos kormányzati szándéknak, hát nem biztos, hogy sikerült Orbán Viktornak akkor ugye két pofonnal ezt a problémát rendeznie. Ahogy a Heineken kérdés is addig volt érdekes, ameddig a Csikisörnek a helyzetét üzleti érdekekből nem rendezték. Itt a Vörös Csillag most is. Utána már mégsem annyira fontos az a Vörös Csillag. Egy gondolatot, ugye a Torockaiék, a Mi Hazánk az azt javasolja, hogy az Antifát be kellene tiltani, pontosabban terror szervezeti nyilvánítani. Nincs Antifa szervezet. Tehát léteznek különböző csoportok, amik hol létrejönnek, hol megszűnnek. Németországon belül is párhuzamosan lehet, hogy létezik 7, 8, 10, 20, 30, de ezek folyamatosan alakulnak, változnak. Nincs ilyen, hogy Antifa. Lehet, hogy van egy ideológia, vagy egy mozgalmiság, de nincsen szervezet. Nincs ilyen, hogy betiltjuk az Antifát. Viszont ugye a problémás személyeket szokták más tölteni és nyomon követni. Így van, és erre meg tudják tagadni az országból a belépésüket például. És aztán én befejeztem, hogy azért veszélyes az egészben a maga a szóhasználat is, mert egyébként az, hogy valaki antifasiszta, azért az legyen már egy pozitív dolog. Ahogy egyébként azt gondolom, hogy a sztálini értelemben vett, meg általában a kommunizmussal szemben vett, tehát antikommunista, tehát szerintem valaki demokrata csak akkor lehet, hogyha egyszerre antifasiszta és antikommunista. Így van. Hát köszönjük szépen a végszót. Önöknek szépen. Pedig nagyon köszönjük, hogy figyeltek és néztek minket, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzunk, viszontlátásra. Viszontlátásra.